A közelben élő idén munkások kapálnak ezen a Pócs Petri határában lévő dohányültetvényen. Reggel 6 órára érkeznek és kora délutánig dolgoznak. Van ismét néhány hét és indul a betakarítás időszaka. Az időjárás viszontagságai ugyanakkor idén jelentős károkat okoztak a földeken. A gondok már tavaly elkezdődtek, az október elejét talajmenti fagy rengeteg ültetvényt semmisített meg, ipari feldolgozásra alkalmatlanná téve a növényeket. Sok termelő döntött úgy elkeseredettségében, hogy felhagy ezzel a tevékenységgel, az évelei szerződés kötés idején azonban már kedvezőbbnek bizonyult a hajlandóság. Elérkezett aztán a március eleje a magvetés kezdete, ami egybeesett a koronavírus járvány hazai beköszöntével. A dohánytermelők országos szövetségénél pedig már ekkor érezték, hogy komoly gondok lesznek. Ennek ellenére a vetést a tervezett mennyiséghez képest maradéktalanul meg tudtuk valósítani. A bevetett tálcák a fóliákba vízre lettek helyezve, és akkor itt már kezdődött a 2020-as esztendőnek az időjárási problémái, mert tartósan akár mínusz 10 fok volt éjszakánként, és nagyon sok sátorban a fűtés nincs megoldva, emiatt hát különböző megoldásokkal voltak kénytelenek a termelők megvédeni a palántákat. Május környékén kezdték kiültetni ezeket, ekkor azonban olyan szárazság pusztított, hogy rögtön öntözni kellett már, ahol lehetett. Beköszöntöttek aztán a május elejé fagyok, amelyek miatt sok terület újraültetésre, pótlásra szorult. A huzamosabb ideig tartó hűvös idő következtében a kiültetett palánták fejlődése nem indult be, amire rájött az óriási szél, újabb károkat okozva, a fejlődést megállítva. Májusban érkezett meg a várva várt csapadék, ami viszont júniusban már meg sem állt, Pócs Petriben 2 hónap alatt egy fél évi mennyiség hullott le. Ennek eredményét jól látni a magasból, néhol kisebb tavak alakultak ki, több helyre már a vízi madarak is beköltöztek. Óriási lyukak a dohányleveleken, valahol szó szerint szétszaggatta azokat a június végén érkezett jég. A termelők közül szinte mindenki csújtott a természeti csapás, sokuk számára most az a kérdés, pótolják-e az eső által elmosott talajban lévő tápanyagokat, azt ugyanis lehetetlen kiszámolni, milyen időjárás várható még a betakarításig. Nagyon nagy kakukktojás az, hogy mit lenne szerencsés a termelőknek az elkövetkező időszakokban végezni, de én azt hiszem, hogy a magyar dohánytermelők, mindenki a saját területét ismerve, most már több évtizedes tapasztalatokkal úrrá tudnak lenni a természet kellemetlenkedése fölött, és mindenki a saját érvényesülésének megfelelően fogja alkalmazni a agrotechnikát arra vonatkozóan, hogy az ültetvényét a minél jobb minőség és minél nagyobb mennyiség érdekébe alakítsa. Ehhez, mint mondta, az is kell, hogy vírusmentes időszak jöjjön. Az emberek ugyanis ilyenkor jobban félnek attól, hogy egymás közelében dolgozzanak, márpedig a betakarítás, feldolgozás és szárítás ezt igényli. Bár rendre hallani, mennyire nehéz idén munkást találni a mezőgazdaságban, ezen a téren pozitív tapasztalatokról is be tudott számolni Bényei Illés. Sokan térnek vissza a vidéki településekre külföldről is, és kopogtatnak be a termelőknél azzal, hogy beállnának a dohánytermelésbe. Nekik azonban fel kell venniük a harcot a természet erejével, hogy talpon tudjanak maradni. Noha a Madosz elnökének szavai szerint a dohány egy csoda növény, ami mindent kibír, az idei tervek már biztosan nem fognak megvalósulni. A vegetációs időszak hátralévő részében kedvezően alakul az időjárás, elképzelhető, hogy csak 10-15%-os kiesés lesz. Ez még az elmondottak alapján nem is venni el sokak kedvét a további termeléstől. Közülük többen ráadásul annyira lojálisak a szakmához, hogy nem is hajlandóak mással foglalkozni, még ha ez éveken keresztül negatív eredménnyel is jár.